Nem csak a jó hegyi friss levegőért, hanem a rendkívül finom ételek kedvéért jöttünk fel ide a Pongrác tetőre, hiszen a májusi második műsorunkban az Oxigén Resztróban fogunk főzni. Köszöntöm a Székely Konyha és Kert nézőit, felhívom ugyanakkor az érzékenyebb nézők figyelmét, hogy valami ízorgia következik. Első lépésben elkészítünk egy cukkini krémlevest, amit karalávéban tálalunk, illetve ezt követően egy lazac kalácsot kétféle hallal, aki mindebben segítségünkre lesz, András Zsigmond séf. Tartsanak velem! A műsor nézői azt már ismerik, amikor két német főz egy konyhába, arra viszont még nem volt példa, hogy két zsiga kerül egy konyhába, hiszen András Zsigmond séf megtisztelt azzal, hogy kölcsön adta az egyik kabátját, így te leszel a zsiga egy, én leszek a zsiga kettő. Így van, rendben most lesz? Így fogunk főzni ma. Ez egy terű-terű asztalkám, tehát én ilyen gazdagon előkészített asztalt még nem láttam, és viszonylag egyszerű ételeket fogunk készíteni, mi is lesz az? Most kérlek szépen fogunk készíteni, mivel hogy tavasz van, arra gondoltam, hogy készítünk egy krémlevest, sima cukkini krémleves lesz ez. Ellenben, ahogy szokásomhoz híven, én fogok beletenni egy-két csavart, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezt ketten fogjuk elkészíteni, fogjunk is neki. Az első lépés ugye a cukkinit, azt levágod a végét, igen, és utána össze kellene kockázni. Na várjál, tehát kockázni, tehát igen. Gondolom, ilyen karikákat vágok. Karikában mindenképp meg fogjuk őt egy picit párolni, majd utána főzni. Jó. De közben csináljál te is valamit, hanem igen, az életben nem leszünk meg. Én a csavart fogom csinálni. Oké, okay, jó. De ugye az lesz a csavar benne, hogy veszünk egy friss karalábét, és akkor ebből készítünk egy tányért. Ami úgy készül, de mellé csatlakozok, hogyha lehet. Csinálunk neki egy aljat. És a tetejét megpróbáljuk oly módon levágni, hogy maradjon rajta ez a szép zöld. Így. Ezt félre is rakom, és akkor ezt megformázzuk tányér formára. Most jönnek a csavarok. Oh. Tehát magát a cukkinit egy erős húslébe fogjuk megkészíteni. Ezt, hogy becsületes szakács ízzel nem főz. Így van. Kovászos uborka lével fogom beízesíteni, és kaporral. Ez már most nagyon jól hangzik. Egyébként a műsor nézőinek mondom el, hogy Zsigát én gyakorlatilag a médiából ismerem, hiszen annó valamikor úgymond kollégák voltunk, hiszen ő a tévében kezdte. Igen. Aztán újságíróként folytatta, és akkor úgy döntött, hogy egyszer csak mi lenne, ha szakács lenne? Na, erről meséljél egy kicsit nekem. Az úgy volt, hogy amíg a sajtóba dolgoztam, mivel hogy ez nekem a kedvenc időtöltésem, a saját szakmám, a főzés, különböző versenyekre jártam, ahol többé-kevésbé nyertem is, és aztán úgy ezek a kis versenyek kinőtték magukat, lett nagy verseny belőle, nemzetközi verseny, ott onnan is tudtam elhozni első díjat, külön díjakat, és egy Békés Megyei Culinary Team nevű csapat szakácsai úgy döntöttek, hogy engem felkarolnak, és aztán így lett belőlem Isten igazából szakács. Kipróbáltam magam benne, az újításaim és a úgymond kreativitásom ezt eredményezte, hogy most jelen pillanatban séfként dolgozom. Ez helyén van, ezt gondolom, hogy fő már. Igen, azt most elindítsuk, így nem fog főni. Hát akkor ennek kell, hogy 25 perc, egy ugye, olyan 25 perc, ez egy zsenge, cukkini nagyon hamar kész lesz. A tálaláshoz elő vagyunk készülve. Igen, mi a ez kész is van. A következő lépésünk az, miután ez megfőtt, akkor le fogjuk turmixolni, vagy pépesíteni ékes magyar nyelvünkön, és utána felöntjük a húslével, ízesítjük kovászos uborkalével, kaporral, és majd tálaljuk. Tehát akkor ez lesz az elő, az igen, első fogásunk. Igen. Tehát második... még egy annyi, a tálaláshoz fogunk készíteni egy ügyes rétes labból egy nagyon, csak egy sima csíkot kivágunk, amit megszórunk egy pici
szezám maggal, ami fekete-fehér. Közben adok neked, valahol volt nekem tojásom, így van, és egy villát. És akkor ezt légy szíves, addig verd fel. Ez mire szolgál majd? Ezzel kenjük meg? Ezzel kenjük meg, és ragasszuk rá a magmixet, amit úgy rá fogunk tenni. Ez kenyér helyett a leves mellé? Igen, tehát a tálaláshoz lesz egy kellék ez a dolog. Te vagy a legmisztikusabb szakács, akivel mostanáig főztem, mert minden azt mondod, hogy igen, de lesz egy igen, kis csavar. Igen, ez egy szakmai ártalom, mert hogy nem szívesen árulod el a titkaidat, de itt most ebben az esetben minden további nélkül, mert ugye nézők is meg kell tudják főzni, úgyhogy tiszta szívesen. Nem, amúgy nem az a típus vagyok, aki titkolózik. Én, ami úgymond idézőjeles tudásom van, az teljesen tiszta szívből bárkinek átadom. Ugye az Oxygen Restro itt a Pongrácz tetőn található, a neve egy kicsit olyan érdekes, az ember azt gondolná, hogy akkor ez most étterem, vagy bisztró, vagy a kettő közötti átmenet? Ez egy ilyen fúzió? Hát igen, nem szerettem, vagy nem szerettük volna a tulajdonosokkal közösen azt, hogy bisztró legyen, de Isten igazából vendéglőt se szerettünk volna, ez egy gyors kiszolgáló, és akkor így a vendéglő és a bisztrónak a keverékéből csináltuk ezt, hogy Restro, és így lett az Oxygen Restro-nak a neve. Esetleg a bisztróról annyit el tudok mondani, hogy annak az eredete az onnan jön, hogy az oroszok, mikor lerohanták Franciaországot, akkor voltak ezek a gyors kifőzde kis helyek, ahol ők étkeztek, és mivel oroszul a bistroje azt jelenti, hogy gyorsan, így bementek és mondták, hogy bistroje, és akkor így lett a bistro elnevezés, ami elterjedt az egész világon. Kérlek, állítsál meg, jó, mert leszakad a kezem. Jó, megállítalak, ez így pont jó. Adok egy ilyen kenegetőt, és akkor csak óvatosan kend meg. És akkor ezt szórjuk meg, ugye? És egy gyönyörű kis kezecské, de úgy csak úgy óvatosan. Fehér-fekete szezámmal, hogy mutasson. Aha. Ennyi az egész. Fő a cukkini, sül a kis roppanós a leves mellé, elő van készítve a lazac és a süllő. Igen. Ez valami superior kaja lesz. Igen, tehát ezt most egy kicsit ugye az én csavaraimmal megoldjuk megint. A lényege az, hogy szintén egy rétes labba fogjuk ezt betölteni. Az lesz a csavar benne, hogy medvehagymát fogunk használni elválasztóként, és medvehagyma pesztóval öntettel fogjuk tálalni. Tehát a lazac és a süllő az nagyjából egyforma méretre van vágva. Uh-huh. A kettő közé teszünk majd medvehagymát, a tetejére, és mégpedig azért a tetejére a spenótot, hogy ne áztassa el a rétes lapot, így gyönyörű szépen fog kisülni. Első lépésként kell csináljunk egy tojásrántottát, egy sima, egyszerű, klasszikus tojásrántottát, amit keményre sütünk, mert hogy utána össze kell vágjuk. Úgyhogy fogjunk is neki, én veszek egy pici vajat, így, ezt elindítsuk. Tehát akkor nem hiába ütöttem azokat a tojásokat, ugye? Nem, abszolút. Tehát itt azért át van gondolva nagyjából a dolog. Azon mosolyogtam magamban, hogy az úri emberek most alig várják, hogy ebből valami készüljön. A háziasszonyok meg úgy vannak vele, hogy a zsiga hajta, apa, meddig lehet ezt fokozni? Igen, szoktam kapni néha ilyen kommenteket, hogy le fognak tiltani, mert hogy én miért csinálok ilyen érdekes kajákat. Én valahogy úgy vagyok vele, hogy a gasztronómia most a reneszánszát éli. Abszolút. És mindenki főz, mindenki próbálkozik, mindenki mindent kipróbál, és amennyire én tudok segíteni, ötleteket adni, akkor nagyon szívesen, ezért is próbálkozok én minél érdekesebb dolgokat készíteni kvázi klasszikus alapanyagokból. Amennyire lehet, azért mindenkit arra intenék, hogy az alapanyagok, amit használnak, azok minőségiek legyenek, és lehetőleg háziak, amennyire hozzá lehet jutni, mert most ugye mindent nem tudunk megvenni. Merész azt megkérdezni, hogy a te főző vagy a recepttárodnak az alapja a székelykonyha-e? És az lett tovább víve? Igen, egy kicsit benne van ez a dolog. Isten igazából elég sok étkemben benne van a környékünk. Tehát benne van a gomba, benne van a vad, benne van a halak, ami itt a környékünkön felelhető.
És ezeket az ételrecepteket próbáltam én újra gondolni, egy más formában, más kéreggel, más mázzal tálalni az embereknek. Tehát nálad a tálalás is külön művészet. Hát az egyik legfontosabb dolog, én úgy gondolom, a gasztronómiában, hogy a szemnek is tetszedjen az, amit elejébe teszel. Most már a modern gasztronómia, ugye ez teljesen erről szól. Én azért az ízeket is szeretem, hogyha az olyan ízű, amilyen kell legyen. És az adagok. És az adagok, igen, tehát az is fontos. Na most itt van a lazacfilénk, ezt úgy szemre oda mérjük. És akkor azt szerint csíkozzuk a tojást. Tehát itt levágod a két végét. Igen, ez nem fog kelleni? Az most jelen pillanatban nem, de bele tudjuk tenni. Körülbelül itt vagyunk, ugye? Igen. És még egy olyat. Jó. Tehát akkor gyakorlatilag téglalapokat vágunk. Így van. Két téglalap tojásból. Ezt a többi tojást, hogy ne menjen kárba, apró-apró kockákra fölvágjuk, és a spenóthoz hozzá fogjuk keverni. Hú, milyen ötleteid vannak. Addig elkezdjük megcsinálni az első réteget. Jó, na lássuk, mi sül ki ebből. És akkor erre jön rá a rétes lap. Lazacnak a bőrös felét tesszük rá a rétes lapnak az aljára. Jó. Tehát az a lényeg, hogy annyit kell kihagyni, hogy tudjuk visszafordítani, de mivel hogy ez emeletes lesz, azt is rá kell számolni. Ugye ide ráhelyezzem a lazacot, ezt egy picit borsozzuk, utána sózzuk. Egyéb nem kerül rá fűszer. De van egy speciális fűszer. Miért vagyok meglepődve? Vagy miért nem vagyok szárított meglepődve? Paradicsom és oregano. Fú, azt a mindenit. És ezt így a lazacra, ez majd szépen fel fogja szívni a lazacból a nedveket. És akkor egy olyan és közben érdekes... a lazac beszívja, gondolom, az ízeket, így meg illatokat. Van, így van. Közben megkeverem a spenótot. Jó. Az is azonban megvan, ez egy bébi spenót, nagyon zsenge, kevés fokhagymával. És akkor adok neked medvehagyma leveleket, és szépen így takard el a lazacot. És akkor most rákerül a süllőszelet. Ezzel mivel nincs bőr, mindegy, ugye? Teljesen mindegy, hogy melyik fele. Most jön a tojás, ezt légy szíves, gyönyörű, szépen helyezd rá. Tehát egy teljesen profi szakács vagy. Hát hallod, de sajtosból én is lehetek még szakács. Így van, készen is van a spenót, ezt nem kell túl sokat készíteni, mert hogy a sütőbe is fog készülni még. Tehát akkor ez tőle elég lesz rá. Ez a tetejére megy. Aztán. És azt hiszem, hogy már mondtam, hogy azért megy a tetejére, hogy az alsó részét a rétes lapnak ne áztassa el. Uh-huh. Így. Ez úgy elég is. És akkor szépen ezt az egészet beborítjuk a rétes lappal. Aztán. Ezt itt egy ilyen helyen elvágom. Ne legyen túl vastag. És mennyi ennek a sülési ideje? Mert hogy ez azért úgy át kell süljön. 25 perc. A lényege az, tehát, hogy miután megsült, igen? Akkor egy nagyon éles késsel szeleteled, és akkor a rétegeket fogod látni egymás alatt. Tehát ez volt az érdekessége ennek. Szezámmag. Nagyon kevés fekete-fehér szezámmagot külső borításként. Az úgy elég is lesz, és akkor ezt a szárított paradicsomot én fűszerként nagyon szeretem használni mindenféle húsokhoz. Ez egy nagyon szép dolog. Az mi? És ez a chili tehely. Még érdekesebbé tesszük a külsejét. Mehet a sütőbe, ugye? Mehet be a sütőbe. És amíg ez sül, elkészül a levesünk. Így van. Most következik a leves összerakása, ugye? Így van. Ebben mennyit tegyek, mert hogy ez szerintem nem félig, fog belefejlődni. Félig. És akkor húsleves alatt hozzá egy pici húslevet. Mehet? Igen. Jó. Át töltődik oda. Gyönyörű szép. Felforraljuk, ugye? Egy nagyon
kevés hőfokon forraljuk, nem nagyon, mert ez hajlamos most már, mivel sűrű odaégni, és picit házi tejszint töltünk hozzá. Ez sűríti tovább? 100%-ban tejből van, uh-huh. Nem növényi zsiradékok. Tehát azért legyen meg, a testnek meg kell adni, ami jár neki. Pontosan. Ugye? Jó. Tehát itt van az a rétes lap, amit ketten közösen készítettünk, és akkor egy házi sajtkrémmel, ami sima tejszínből készül, ide helyezek egy-egy ilyen kis pöttyöt, ami effektív ragasztóként fog működni, mert ebbe különböző csírákat szeretnék ragasztani. Hol a kanalam? Itt van a kanalad, ez a tiéd. Köszönöm szépen. Ez az enyém. Jó. És akkor ugye, mivel hogy te vagy a vendég, zsiga 1. Te vagy a zsiga 1. Én vagyok a zsiga 1, jó? Te vagy a séf. Akkor a zsiga 2, akkor mégis te kell megkóstoljad. De... És persze kíváncsian várom a véleményedet. Mondjuk ebbe beleharapok, és merek leves mellé, hogy hogy kell ez? Ez rád bízom, ahogy gondolod. Kapor legyen benne. Na lát. Ez isteni. Ez egy falat mennyország, higgyék el nekem. Köszönöm szépen. Zsiga 1, nagyon ott vagy. Zsiga 2, köszönöm szépen. És akkor egy nagyon éles késsel, ez fontos, ki is hangsúlyoznám, hogy aha, neked a saját késed van, akkor evel próbáljuk meg szép szeletekre vágni. Ilyenkor, hogyha kihűl, akkor sokkal egyszerűbb, mert ez, hogy hidegen-melegen fogyasztható. Arra gondoltam, mivel egy szép házi handmade kés, gyönyörű acéllal, hogy fel fogom használni a tálaláshoz. Mit szólsz? De csak a tálaláshoz. Csak a tálaláshoz, jó. Így van. Megint hogy kell nekiállni megkóstolni? Hát kérlek szépen, késsel és villával. És jó étvágyja. És jó étvágyja. Rendben van? Ez egy íz orgia. Puha, köszönöm szépen. Bár az elkészítése picikét bonyolultnak tűnhet, és valószínűleg az is, de érdemes megpróbálkozni elkészíteni egy ilyen gyönyörű, ropogós, omlós lazackalácsot, vagy ha nincs türelmük hozzá, bármikor kijöhetnek ide a Pongrácz tetőre az Oxigén Resztróba, és megkóstolhatják a lazackalácsot a la Székely Konyhaiske. Nincsen olyan hagyományos és helyi termékek vására, ahol Bálint Attilát és a tekerőpataki sajtokat ne lehetne megtalálni. Az immár 8 éve székelyvédjeggyel rendelkező termékek palettáján mindenki megtalálja a neki leginkább megfelelőt. Találkoztunk velük a vásárban, így nézőinket elkísérjük tekerőpatakra, és benézzünk a tekerőpataki sajt készítésének titkaiba. A történet kb. 10 éve kezdődött, azelőtt is voltak a gazdaságban állatok, csak sajtkészítés nem volt. Kiártam egy sajtkészítő tanfolyamot, azt Csíkszeredában Argita megye tanácsa szervezte. Akkor ezzel párhuzamban jött egy svájci sajtmester is ide, aki tehát a kettő összevéve elkészültek ezek az érlelt sajtok. Készítünk még lát sajtokat, paranyica típusú sajtokat, de inkább főként az érlelt sajtra vagyunk ráállva. Ez egy hosszabb ideig eltartható sajt, akár egy hónaptól egészen az egy-két évig is el lehet ezt tartani. Családi vállalkozás vagyunk, igen, tehát csak a család dolgozik a gazdaságban is, és a sajtkészítésben is. Még éri vele foglalkozni, viszont kell szeretni is, amit csinálsz, mert másképp akkor nem nagyon működik
ez itt a... Tehát a nap 24 órájában, az év 365 napjában leköt. A vásárló is igényli az újat, ezért vannak, hogy most már több fűszeres sajtokat készítünk. Van így egy pár termék így, ami így lett, hogy keresték például a köménmagos sajtot, és nem volt nekünk, hát megpróbáltuk belekeverni a köménmagot, azt tudom, hogy egyik legkelendőbb a fűszeres sajtok közül a köménmagos. Szívvel lélekkel csináljuk az állatokat is, ami a tejet adja, azt ott mi tartjuk, tudjuk, hogy mit adunk neki, milyen takarmányt eszik, olyan a teje is. Tehát erre nagyon odafigyelünk a takarmányozásra, mert jó sajthoz jó tej kell. Tehát egészséges tehénből tisztán kifejt tej. Az a jó sajtitka. Én fontosnak tartom a Székely termékvédjegyet, mert ugye ez egy márkanév, ez minket, székelyeket véd le. Tehát már, hogyha lehetőség volt, hogy ezt a védjegyet kérni, akkor miért ne használjuk ki? Székely termékvédjegy az egy 8 éve van meg nekem. Jó, mert megkülönböztet a többi eladótól, hogy igenis ez egy székely termék, ez egy jó termék, ez egy egészséges termék. Az egészre büszke vagyok, de a legbüszkébb a borkorcsolya típusú sajt, ez is a legkelendőbb. Ez egy 3 hónapos, 6 hónapos, illetve 10 hónapos sajt lesz. Itt, amit felszerek, ez egy 3 hónapot érlelt. Az idősebb sajtot általában férfiak adhat 10 hónap között, ők inkább már bor mellé szeretik, hogyha a sajtnak egy erőteljesebb, karakteresebb íze van. Mikor az asszony vásárolni, akkor friss sajtot vesz. Ha az ember, akkor az öreg sajt kell. A 2018-as évben elnyeltük a legjobb sajtkészítői díjat. Ez egy, tehát nem egy sajtra kaptuk, hanem úgymond az összesre. A munkánk után ez egy kitüntetés volt. Egy kis érdekességet mutatok a műsor nézőinek, tehát hogy mennyire különbség van, hogy téli tej, nyári tej közt. Tehát egyik sajt jóval sárgább, a másik sajt jóval fehérebb. Tehát ezen is látszik, hogy mikor mit esznek az állatok. A fehér, amikor bent vannak, szénát esznek, tehát szárazat, és a sárgább az, amikor kint vannak a legelőn, és a zöldet legelik. Ízre talán a nyári tej valamivel jobb, ma akkor ugye a tehén azt eszi le, azt legeli le, ami neki jó. Tehát ott hagyja, amit ő nem szeret, azt ott hagyja. Télen nem mindig működik ez, mert ugye bent van az istállóban, akkor megesz, tehát akkor mindent megeszi. Akkor is jó a tej, de a nyári tej az jó. Termékeinket megtalálhatják a hagyományos és helyi termékek vásárán, Csíkszeredában, Gyergyószent Miklóson és Székelyudvarhelyen, vagy itthon a Gyergyótekerőpatakon, a kis sajtműhelyünkben. A tekerőpataki friss tehén sajt már a kezemben van, nem kell hozzá már csak egy kis olívaolaj, némi oregano és esetleg friss zöldség. Ennyi fért májusi második műsorunkba. Kövessenek bennünket a Facebookon, nézzenek szét az Instagram oldalunkon, vagy fizessenek elő a Székely Konyha és Kert Gasztró magazinra. Én Günther Otto vagyok, várom önöket legközelebb 2 hét múlva. A helyi termék, a helyi jellegzetességű. A házias technológiák, ezáltal a házias ízek. Hagyományos. Környékbeli. Egészséges. Természetes. Tartósításra kevésbé van szükség. Friss. A bolt is jól tud kinézni, de ez finom is. Ízletes. Megvannak a kedvenc termelőim, és általában hozzájuk megyünk. Hiszek abban, hogy aki itthon nekiáll és dolgozik ezekkel a termékekkel, az megérdemli, hogy támogassuk. Hogyha itt gyártjuk, itt termeljük, itt értékesítjük, akkor remélhetőleg mindenki jobb életkedvel, optimistábban itthon marad.